Holnap reggel 8 és 9 óra között az ország sok iskolájában tiltakozni fognak a tanárok az oktatás rendszer szintű átalakításáért és a 12 pont követeléseinek azonnali teljesítéséért. Ez mindenütt másképp történik, majd lesz, ahol kimennek az iskola elé, lesz, ahol fákat ültetnek, lesz, ahol a közeli parkban szemetet szednek tanítás helyett. Azt mondják, egy biztos, a gyermekek nem maradnak felügyelet nélkül egyetlen oktatási intézményben sem. A civil közoktatási platform szóvivője, Miklósi László vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Az, arról van adat, vagy szinte mindegy is, hogy hányan fognak csatlakozni iskolák közül a holnapi akcióhoz 8 és 9 között? De a legkülönbözőbb számokat olvasni és hallani. Én azt gondolom, hogyha töredéke lenne annak, amit én olvastam, ez már most történelmi jelentőségű. Hadd szólaljon belőlem meg a történelem tanár. Igen. Mert hogy Magyarországon nem volt még polgári engedetlenségi akció, kóstolgatjuk ezt az újdonságot. Holnap ez lesz. Nyilván lesz sok minden más is, holnap ez lesz. És azt gondolom, hogy nagyon lényeges lesz a holnapi esemény. És hát bízom benne, hogy utána egy új helyzet következik. Nekem úgy tűnt, mintha ezt az új helyzetet már ma egy kicsit megelőlegezték volna önök, mármint hogy a civil platform, mert hogy kétoldalú tárgyalásokat kezdeményeznek a kormánnyal. Elébe mentek az eseményeknek, hogy akkor most mégiscsak meghívják őket, mert eddig nem volt az önök részéről ilyen indítvány az ő irányukba, ezt nehezményezték is? Mi eddig sem mondtunk erre nemet, de úgy gondoltuk, hogy amennyiben a kormányzat nem invitál bennünket kétoldalú tárgyalásra, legyen fordítva. Mi invitáljuk a kormányzatot. Hát, hát mindig azt mondják, hogy ott van a közoktatási kerekasztal, és hogy menjenek oda, hogy az bővíthető. Én kétoldalú tárgyalást mondtam. Igen. Nem az illegitim köznevelési kerekasztal. Tehát amennyiben itt a kormányzat él ezzel a lehetőséggel, és én feltétlenül arra számítok, hogy ezt megteszi, akkor ez egy új helyzet. Én bízom benne, hogy itt két héten belül mi készen vagyunk rá, akár el is kezdődhetnek a tárgyalások. És ez különösen fontos és sürgős, hisz ha már a kettő hetet említettem, akkor kettő nap van már csak addig a kormányzat számára. Kettő nap, ma még kettő, holnap csak egy. Hogy dönthessen abban, hogy ténylegesen szabad lesz-e a tankönyvválasztás a következő tanévben. Amennyiben minden változatlan lenne, akkor a diákoknak, a diákjainknak a következő tanévben sokkal nehezebb helyzete lenne, mert akkor számos művet nem lehetne rendelni azok közül, amelyeket most még igen. És ha már a szorító körülményekről beszélünk, én feltétlenül számítok arra, hogy a 12 azonnali feladat közül egy másodikat is említse, hogy az érettségizők mégsem fognak egy év múlva méltatlan helyzetbe kerülni, például a kötelező új, most kezükbe kapott történelmi atlasz miatt, és hogy bármelyik atlaszt lehet majd használni, amelyeket eddig is használták, és hogy nem fogják a diákok számára hátrányosan megváltoztatni az érettségit. Erre egy picit több idő van, mint kettő nap, de erről is villámgyorsan meg kellene állapodni. Mert a könyvekre azért van két nap, mert akkor van határidő. Így van, akkor kezdődik a tankönyvrendelési időszak. Egyébként az érettségire vonatkozóan megint csak példátlanul közel 10 000-en támogatták már eddig aláírásukkal, és azt hiszem ezekben a percekben is gyarapodik ez a sor, hogy igenis változást várnak itt a kormányzattól. Tehát úgy gondolom, hogy mi hozzásegítjük a kormányzatot ahhoz, hogy jó döntéseket hozzon nálunk elébe. Hát most ez jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha ezt sokkal korábban teszik, és sokkal korábban létrejöhet ez a találkozó. Már hogy holnap? Na, igen. Így gondoltam ma a korábbi időpontot, azt én abszolút úgy gondoltam, hogy holnap. Tehát úgy gondoltam, hogy mondjuk egy vagy két héttel ezelőtt.
Én azt gondolom, hogy még nem vagyunk ilyen értelemben késésben, persze sokkal jobb lett volna ezt korábban megtenni. Hát mi arra vártunk mindeddig, hogy ők hívják önöket, hogy a kormányzat lépjen, de hát itt nem várhatunk örökké, pontosan a diákjaink érdekében. Tehát mi akkor megelőlegeztük ezt a lépést. Olvastam, hogy van egy olyan kezdeményezés, hogy holnap mindenki menjen egy ilyen öreg diák találkozóra, egyetlen diák találkozóra a régi iskolájához. Tehát, hogy ez ilyen szülők között is terjedő levél volt, nem szülők, hanem egyáltalán csak az önök céljaival egyetértő gondolják úgy, hogy akkor ott a helyük, hova menjenek, ha most éppen nincs általános iskolás, középiskolás gyermekük, akkor oda mennek a régi iskolájukhoz. Van egy ilyen szerveződés, és aztán ott vannak a diákok, akik nagyon szívmelengető módon álltak ki a tanárjaikért. Gondolom, hogy önöket is meglepte ez. Hát igen, tehát ezek mindig a legjobb pillanatok. Tehát amikor egy tanár bemegy az osztályába, sok ilyen történetet hallani, és akkor az osztály megtapsolja. Amikor egy egész iskola kiáll a tanári közösségért, amikor olyan műsort adnak a tanáraik tiszteletére, hogy köszönik szépen, akkor úgy érzi az ember a maga vagy a kollégái nevében, hogy hát mégsem tettük hiába. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönöm.